Szerbusztok! Szeretettel köszöntelek benneteket az Épp Test, Épp Lélek előadáson. Egyben köszönöm az áldozatos munkát Dénes és Csilla részéről, hogy megjelenhettünk itt. Annyi fogalmunk van arról, hogy mi az épség, mi a test és mi a lélek, hogy Dunát vagy helyi erővel Tiszát lehetne rekeszteni vele. És az igazi kérdés az, hogy mit kezdjünk azzal a testtel, amelyik nagyon múlandó, mit kezdjünk azzal a lélekkel, ami nagyon sérülékeny, és hogyan kezeljük azokat a betegségeket, traumákat, amelyek érnek minket azért, hogy az épségünket, mint képzetet, élményt, tapasztalatot fönntarthassuk. Első körben érdemes tisztában lenni azzal, hogy mi a test, ez a könnyebbik verzió, hiszen tanulmányozhatjuk. Már nem csak a Montpellier-i Egyetem halottas kamráiból 10. század kell dolgoznunk, hanem a tudomány már nyert annyi teret, sőt néha túl nagy teret, ahhoz, hogy az anyagi egzisztenciánk minden aprócska részletét tanulmányozhassa, sőt, manapság módosíthassa is. Az igazi kérdés az, hogy tisztában vagyunk-e azzal, hogy milyen testünk van, ha igen, tudjuk-e, hogy miért kaptuk ezt, miért vettük föl, és egyáltalán hogyan használjuk ezt a testet, milyen célra. Ezt önmagában a test fizikai tanulmányozásából nem tudjuk megoldani. Az épp test az egy rendkívül érdekes feladat, meg kell nézni, hogy mi az, ami működteti, ez a lélek vagy a tudat, és a lélek az egy érzékelő, tűztípusú, oxidáló valami a testhez képest, amely inkább egy víztípusú és statikus valami, ugyanis sokkal inkább helyhez van kötve a test, mint a tudat. Tudatilag el tudsz menni Érsekújvárra egy pillanat alatt, testileg jó pár óra, fel kell rakni a vonatra, autó, stb. A tudat el tud gondolni, el tud képzelni állapotokat, sőt bele is tudja tenni magát nagyon gyorsan, míg ez testileg megvalósul, az idő. Szerencsére, különben a szomatikus betegségeink nagyon gyorsan hazavágnának minket, hogyha az összes elképzelt tudattartalmunk azonnyomban lecsapódna a testen. A test az nagyjából 65-70%-ban víz, attól függ mennyi időt töltöttél a teaházban, és a tudat az pedig adja ezt a tüzet, ami ugye a Buddha tanítása szerint a vágy tüze, a harag tüze, a téves nézetek tüze, de a bölcsesség, az együttérzés és a segítség és egyéb tudati minőségek is tűzzel égnek. Tehát ezért is mondja a magyar, hogy tűz ég a szemében. Hát világos, hiszen az érzékelés az oxidációval, tűzzel, égetéssel jár, és ekkor néha párolog a verejték rólunk, ezt valamilyen tűz elpárologtatja. És a lélek az tűzben ég, ezt tudjuk. A hanvasi fogalom az, hogy a 10.000 bőrű tűz. Ez a 10.000 bőr, ez néha 10.000 illúzió, 10.000 képzet, amit hogyha lehántasz róla, akkor megtapasztalod a tudatodat eredeti, igazi mi voltában. Ez az eredeti, tiszta tudat, ez nem dualisztikus, nem osztott, és eredeti mi voltában nem törhető, tehát épp. Erre mondták azt, hogy elpusztítani lehet a testet, de a tudatot, a lelket legyőzni soha. Ha a lélek levetette illúzióit, hogyha nincsenek benne hamis identitások, hogyha nem osztotta meg magát, és nem szeletelte föl önmagát, ha nem ragaszkodik dualisztikus képzetekhez, ellentétekhez, akkor meg tudja őrizni az épségét. Hogyha tiszta, tükörszerű módon tud működni, és ezt a világot, amit elvállaltunk, egy nagyon stabil, abszolút értékű, megvilágosodott nézőpontból tudja szemlélni és menedzselni, akkor ez az épség fenntartható, még akkor is, amikor a test épsége már nem. Alapvető különbség a test és a tudat között, hogy eredeti tudatunk nem keletkezik és nem szűnik meg, nem születik és nem hal meg, de a karmánk által felvettük ezt a testet, amely viszont keletkezik és megszűnik, megszületik és meghal. És ez az az ellentét, ami feszít minket. Van bennünk valami, ami a tökéletességre, az örök létre, a függetlenségre és szabadságra vágyik, és van egy test, amelyik imád kötődni, amelyik nagyon tökéletlen,
amelyik nagyon véges, és ezt a lélek fölveszi, ennek az érzékelési folyamataival létezik, és a karmáját ezáltal görgeti tovább. És a múlandóság és öröklét paradoxonából, a szabadság és a szerelem paradoxonából vagyunk összerakva. Tehát az, ahogy a tudat ezt a testet fölveszi, garancia arra, hogy traumákon fogunk keresztül menni, de gyönyörű élményeken is keresztül fogunk menni. Az, hogy az épség az nem tartható fent a test fizikai működésének határán túl, hát a halál az egy olyan jelenség, amikor a testbe már nem térhet vissza a lélek. Kell egy új. Úgyhogy a test és a lélek más-más épség fogalommal működik, de a kettő nagyon összefügg. A testre vigyázol, nehogy kórházba kerülj, nehogy gyógyszert kelljen szedni, stb. Stb. Hát így áll elég teát. Így áll még több teát, olyan teát, amelyik jó neked. És hogyha kellőképpen hidrálod magad, akkor biztos, hogy ezek a dehidrációs típusú kiégős betegségek, ezek nem fognak elfogni téged. A test épsége az nem tartható fönt egy bizonyos határon túl, mert az előbb említett víztípusú test és tűztípusú tudat az előbb-utóbb elkezdi egymást égetni, elárasztani, és vagy így, vagy úgy, de a harmónia megbomlik, és nem tartható fent az a homeosztázis, amit emberi életnek nevezünk. Tehát a szervezet épség fogalma az részben fizikai, nagy részt mentális, mert hogyha a tudatod épsége veszélybe került, és ragaszkodsz valamihez, ami valójában nem te vagy, akkor a test épségét sem tudod fönntartani. Tehát a tudatod épsége, egészsége közvetlen összefüggésben áll a tested egészségével és épségével. Van egy olyan összefüggés, amit szeretnék kimutatni, a tudat tiszta jelenléte és az épsége között. Ha ebben a pillanatban 100%-osan jelen tudsz lenni, az az épség és egészség egy változata, sőt működése. Akkor, hogyha a jelenléted megosztott, mert csak 20%-ban vagy itt, 30%-ban a vásártéren, 40%-ban a nagy erdőben, és a maradék 10%-ban a fancsikai tavaknál, akkor a tudat osztott, szabdalt. Ha egyszerre 3-4-5 dolgon gondolkodsz, rengeteg több tucat érzelmet viszel egyetlen pillanatban magaddal, akkor a tudat osztott. A legnagyobb bátorság az, hogy egyszerűen és tisztán létezni ebben a pillanatban, és megengedni magadnak, hogy a kevesebb az több legyen. Ezt hívjuk minőségorientált életnek, minőségorientált tudatnak. Akkor, amikor a jelenléted nem teljes, akkor általában a megosztottságból trauma, konfliktus vagy baleset származik. A megosztott figyelem miatt lépünk le rosszkor a járdáról, hajtunk át rosszkor a kereszteződésen. A tudat éppen nem volt kellő mértékben a testben akkor, amikor a baleset történt. Ez az első típusú betegség. A második típusú az, amit hosszan, szomatikusan legyártasz magadnak, mert nem vagy hajlandó tudomásul venni a szorongásodat. A szorongásból krónikus szorongás lesz, és az elfojtásból pedig gyomorfekély. Sorolhatnánk azokat a belső szervi és krániális, tehát a koponya környékén megjelenő betegségeket, amelyek közvetlen érzelmi és mentális okokra vezethetők vissza. A kérdés az, hogy ha ezt észreveszed, akkor mit tehetsz vele? Ilyenkor van szerepe a meditációnak, nem csak a zennek, hanem bármilyen tisztító, megszabadulást, felébredést elérni kívánó útnak, amely gyakorlásával megszabadulhatsz ezektől az illúzióktól. Az illúziók nem azért illúziók, mert nem történnek meg. Azok megtörténnek. Csak nem azok, amiknek mutatják magukat. Tehát az azonosság tudatával ruháznak föl, hogy te azonos vagy a gondolataiddal, az érzéseiddel, a múltaddal, a jeleneddel, a jövőddel. De ez önmagában így nem igaz. Mi teremtjük a gondolatainkat, az érzéseinket, a beszédünket, a cselekedeteinket, a múltunkat, a jelenünket, a jövőnket, de ez a teremtményünk. Ezek nem mi vagyunk. Mint teremtők, nagyon nagy felelősséggel, sőt teljes felelősséggel bírunk ezek felé. De valójában
könnyű belátni, hogy akármennyi csokit is termel a gyár, a gyár a gyár, a csokoládé a csokoládé. És nem a gyárat fogyasztjuk el, hanem a csokoládét. Jó esetleg. De a gyár teljes felelősséggel tartozik azért, hogy milyen csokoládét bocsát ki a piacra. Amellett, hogy nem azonos vele, teljesen együtt működik a termékével. Na most, ha ezt a tudatodra is alkalmazod, akkor teljes felelősséggel tartozol azért, hogy milyen gondolatokat, érzelmeket, cselekedeteket és szavakat bocsátasz ki másokra, de te igazi önvalódban nem vagy azonos a tudatod teremtéseivel. Bár, hangsúlyozom, teljes felelősséggel tartozol értük. Ha így tekintesz erre, akkor megvan a szabadság is, és megvan a kötődés is, megvan a meghaladás is, és megvan az okozatiság is. Ez a teremtett állapot, és a teremtő állapot egyszerre. Ezért mondtam itt az informális bevezetőben, ez az a nézőpont, ahol eredetileg nem különül el tartalom és forma. Megjelenés és lényeg. Jelenség és működés. Ezek egységet alkotnak. Hogyha eredeti tudatunk tiszta, akkor tiszta térként, tiszta tükörként működik, és sikerül az épséget megőrizni, mert mindig visszatérsz abba az állapotba, ami oszthatatlan, osztatlan, törhetetlen, tehát töretlen. A test az járja a maga útját. Tehát akármit csinálsz a tudattal, az előbb-utóbb pusztul. De nem mindegy, hogy hogyan, nem mindegy, hogy mitől. Tehát amennyi időt benne töltünk, az nagyon nem mindegy, hogy hogy telik, mert az érzékszervi tevékenység alatt az életben szerzett információkat mi bizony tovább visszük. És annak alapján kezdjük meg a következő életünket, legyen az bárhol, bármikor, bármilyen formában. Tehát a tudat tisztítása a tudat épségét jelenti, és a testnek is a relatív épségét, a relatív egészségét. Ennek az egyik fontos alapvető tényezője az, hogy megismered a saját határaidat. Hogy mi az, amit elvállalhatsz, és mi az, amit nem. Mi az, ami számodra megtehető és cselekedhető, és mi az, ami nem. És ezek a határok egy bizonyos életszakaszig tágíthatók, de egy idő után pedig eléggé fixek lesznek, és ahogy a test idősödik, ugye a fizikai határaink szépen húzódnak össze, és aztán örülünk, hogyha segítség nélkül ki tudunk menni a WC-re. A mentális határok nem így működnek. Eleinte nagyon-nagyon korlátolt körülmények között létezünk, ezt hívjuk a téves nézetek, vágyak és egyéb mentális, például dű-típusú érzelmek uralmának, és ez nagyon-nagyon sokáig tart, ez nem csak a 10 évek végéig. Ez a 20 évekbe jól belemegy, és szellemi érésünk, rálátásunk függvényében választódhatunk le ezekről a nagyon durva hormonvezérelt érzelmekről és gondolatokról, és érhetünk el egy tisztább, felnőttebb, érettebb állapotot, amelyet tényleg tovább vihetünk a felébredés felé. És ahogy a tudat érik és idősödik, nem azt az utat követi, mint a test, hanem egyre tovább mehet, és egyre tovább tágulhat, egyre tovább tisztulhat, és egy idő után persze a test állapot elkezdi befolyásolni, hogy hova tettem a tablettámat? Melyiket? Hát amitől emlékszem, hogy hova tettem a tablettámat. Tehát ugye emlékszünk, vannak ilyen állapotok, de a tudat nem ugyanazt az ösvényt járja be, mint a test, és jó, hogyha ezzel tisztában vagyunk. Végül, így a bevezető végén szeretném hangsúlyozni azt, hogy akármennyire is szeretnénk megőrizni az épségünket, azt folyamatosan fenntartani nem tudjuk, tehát az a jó, hogyha berendezkedünk arra, hogyha betegek leszünk, hogyan gyógyulunk meg. Ha valaki komoly traumatikus élményben részesít, abból hogyan jövünk ki. Tehát a zen szemlélet is, meg azért az élet eseményei is azt diktálják, hogyha 7-szer buksz, akkor 8-szor kelj fel. Ne számíts arra, hogy nem fogsz bukni, mert fogsz. Senki se hibátlan, senki se sebezhetetlen. De arra készülj föl, hogy mindig meggyógyulsz, hogy mindig fölállsz, és mindig helyreállítod a tudatod, a lelked épségét, hogyha másért nem, akkor a szeretteidért.
De hogyha kitágítod ezt a környezetet, akkor nem csak a közvetlen melletted álló téged szerető és támogató emberekért, hanem bizony mindenkiért, hiszen mint emberek egyetlen nagy tudatmezőt alkotunk, akár tetszik nekünk, akár nem. Még úgy is, hogy az ellenségeink, az ellenlábasaink, a kényszer által tanítók ugye benne vannak ebben a körben. Tehát tudatunk és testünk épsége, lelkünk tisztasága, a szolgálja minden lény javát. Hogyan? Úgyhogy mi kerülünk olyan pozícióba, hogy segíteni tudjunk, és nem mi szorulunk segítségre. Úgyhogy ezeknek a meggondolását javaslom, és mielőtt túlságosan hosszúra nyúlna ez a bevezető, szeretném a kérdéseknek átadni a lehetőséget, és az előadás további részét a kérdéseitekre adott válaszokból szeretném ugye összerakni. Van-e tehát kérdése bárkinek? Nekem az lenne a kérdésem, az vetődött most fel, hogy a lélek meg a tudat, ezek a fogalmak, hogy mi is a különbség a kettő között, meg mik egyáltalán ezek? Az elmúlt 2000 évben olyan mennyiségű definíció született a lélekre és a tudatra, hogy én nem szeretnék rendet vágni köztük. Szeretnék egy nagyon praktikus meghatározást felállítani. Ugye a test az, ez a durva fizikai valami, a lélek az a karma, amit ugye hoztál, és a tudat az, ami rálát. Oké? Tehát a karmád az az összes gondolat, érzelem, cselekvés, beszéd, minden, ami benned van, de keletkezik és megszűnik. A tudatosságod összes tartalma, ami a hatodik gondolkodó, hetedik ítéletalkotó, nyolcadik tárháztudat terméke, ezt tudom, hogy ismered. Az elsőt az a fizikai. Látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. Tehát a hatodik, az első mentális, ez a fogalomalkotó, analitikus, a hetedik az ítéletalkotó, dualitás teremtő, a nyolcadik pedig a tárház, amelyik ezt az egészet életeken keresztül tárolja. Ez mind a lélek. De van a tudat, amelyik erre az egészre rálát, és nem 1-től 8-ig terjed, hanem nincsen száma, mert nem tagozódik be az egzisztenciába, a létesülésbe, de mégis látja az egészet, az egész körforgást. Ennek a tudatnak, bódhi szanszkritul, ennek az elérése, a felébredés tárgya, az út célja. Amit fantasztikus, hogy annyian tanítottak ilyen minőségben ezen a földön, Jézustól, Buddhától, Lao Tse-től kezdve egészen Sri Ramana Maharishiig, és még sokan mások. Az a fantasztikus, hogy ezen a földön, ilyen körülmények között, ilyen karmával, mint összemberiség megjelenhetett, hogy nem süketen, vakon, bénán és félintelligens tápcsatornaként leélnünk az életünket, hanem megjelent ez a tan, és követhető, és elérhető. Úgyhogy így szerintem már megkülönböztethető a kettő. Jó? Szívesen. Igazából az lenne a kérdésem, hogy már voltam a legutóbb is, és amikor itt voltatok, de tehát ugye az ember belekóstol többféle ilyen irányzatba, és tehát ez mennyire zavarhatja össze tehát a rengeteg fogalmi információt, tudatot abban, hogy rátaláljon a... Tehát ugye magamon tudom, hogy amikor mondjuk leülök meditálni, mert próbálom gyakorolni, akkor ugye elárasztanak a gondolatok, és beletapadok egy-egy gondolat hullámba, és akkor olykor... Tehát ugye mintha összepakolódna egyfajta logikus rendezekből a gondolatokba, de mégis ugye egyfajta feszültséget is teremtesz. Persze. Tehát a kérdés az lenne, tehát hogy ugye van ez, hogy térjünk vissza a légzéshez, tehát ugye az, hogy tartsuk a légzést, és ezáltal figyelünk befele, csak nekem ez a befelé figyelés, tehát ez a testre való figyelést jelenti, vagy mi az, hogy befelé figyelünk, tehát igazából ez szeretném. Nagyon jó, ez két kérdés önmagában, mit kezdjünk az adathalmazzal, és hova figyeljünk. Annyit javítanék a technikán, hogy nem pusztán a légzést figyeljük, hanem a test és tudat kapcsolatát a légzés által, hogy egybe legyünk. Tehát a légzés csak azért, hogy itt pulzál a tüdő, meg a hasika, az haszontalan.
De azért, hogy a tudat jelenlétét a testben és a térben megvalósítsd, ahhoz kell a légzésfigyelés. No, mit kezdjünk az adattömeggel? Hát, hogyha van benned egy működő bölcsesség hierarchia, akkor ez a hierarchia a bölcsesség elvei szerint kiszelektálja, hogy mi az, ami fontos, kevésbé fontos, nélkülözhető és eldobandó. A ma információs szabadsága, amely szükséges és fontos és nélkülözhetetlen, azzal jár, hogy az eldobandóba rengeteg kerül. Tehát olyan információs szabadság van, ami nagyon kell, hogy egy rakás szemét kerül audiovizuálisan a tudatunkba, és ezt valahol ki kell onnan seperni, különben akadály lesz. Senki más nem sepri ki, csak saját magad. Viszont ha nincs meg ez a hierarchia, akkor nem tudsz szelektálni, és minden horizontálisan rendeződik, és ekkor van káosz. A meditáció önmagában lehetséges eszköz erre, hogy rendezd magadban ezt, hogyha mentálisan meghaladod ezt a jelenséghalmazt. És a meditációban van olyan, hogy mantrázol, és a mantra szépen kiemel ebből az információs síkból, és spontán, mint a rázóasztalon a ilyen válogató lyukak szépen lemegy az, ami kell, és fönnmarad, ami kell. Van a kérdés, ami szerint rendezheted, és a kérdés iránya, hogy mi vagyok, vagy mi a fontos, vagy mi a dolgom, attól függéppen mivel dolgozol. Az rendezi ezt az információhalmazt. És hogyha már működik ez a bölcsesség hierarchia, akkor a hangok figyelése is már elegendő ahhoz, hogy egy belső rend kialakuljon. Mert a belső rendetlenségből következik a külső rendetlenség. És hogyha belül rend van, akkor előbb-utóbb kívül is rend lesz. Tehát ez nem csak az egyénre, a családra is, egy településre és egy országra is igaz, tehát nem ideológiai vitákat kell folytatni, hogy ki gondolkodik helyesen és ki nem, hanem meg kell nézni, hogy a természeti környezetünk, a városi környezetünk, az épített környezetünk, az infrastruktúránk hogy néz ki. És ebből nagyon jól le lehet mérni, hogy rend van, vagy nincs. Tehát az a fontos, hogy belülre legyen meg az a rendező elv, amely szerint szelektálni tudsz. És ez nagyon mélyre megy. Ha nem, akkor a tudat túl tud töltődni, és bizony akkor szervi bajban is tud az manifesztálódni. És inkább ne. Ha már fizikai szinten manifesztálódott, akkor az első három figyelmeztető rendszert nem használtad. Az első az intuitív, második a gondolati, a harmadik az érzelmi, a negyedik a fizikai. Az intuitív az úgy működik, mint egy ilyen kis gombos tűfejnyi, gyönyörű, szúró fény, ami azt mutatja, hogy előtte se volt semmi, utána se, de most azt mondta belül valami, hogy ezt ne csináld. Vagy hogy most erre szükség van. Most ezt tegyed. Most ezt mondd. És az, hogy meg kellett szólalnia, így azt már azt jelenti, egy picit leváltál róla, kialakult egy távolság, ami viszont nagyon gyorsan gyógyítható, hogyha hallgatsz legbenső igazi önmagadra. De legtöbbünknél ez még nem tisztult le. Tehát nem egy hang van, hanem nagyon sok. És ezek vitatkoznak, hogy most melyiket szeressem, melyiket ne szeressem. Ez még ilyen belső káosz és kavalkát. Tehát ha már letisztult ez az intuíció, az egy pontban analízis, diszkusszió és egyéb nélkül, puff, ott van, és azt mondja, ezt ne, vagy ezt most igen. Na, ha erre hallgatunk, akkor egy lépésben általában megoldhatjuk. Ha nem, akkor a gondolkodásnak az analízise és a sok változó, sok lépéses folyamata kell, és akkor kisakkozott, hogy ha ezt csinálom még tovább, akkor a jelenlegi állapotom szerint beteg leszek, vagy ezt kell tennem ahhoz, hogy meggyógyuljak, A, B, C, D, ez a gondolat. De néha erre sem hallgatunk, mert a jó és rossz érzéseink, a vágyaink, a haragunk, stb. Minden, ami érzelem és hormon vezérelt, átveszi a hatalmat. És akkor már az érzelmek szintjén kell keserűnek, rossznak, kiszáradtnak és egyéb ilyennek éreznünk magunkat ahhoz, hogy rájöjjünk, hogy betegek leszünk. És hogyha erre se hallgatsz, akkor jön a fizikai. Jó? Tehát ezért fontos az épség, ezért fontos a rálátás. És akkor meg tudod oldani. Akkor rend van. A meditáció letisztítja a tudatot, hogy alkalmas legyen erre a műveletre. Egyéb kérdés?
ott mögötte. Köszönöm. Mondom a kérdésem, hogyha egyébként a fizikai énünk megbetegszik, mondjuk a testünk, az egyenesen következik, vagy következhet abból, hogy belül valami nincsen rendben? Következhet, de nem szükségszerű. Hát most nézd meg azt az egészséges embert, aki az orenburgi gázvezetéken dolgozott 2 évet, és hazajött, és pajzsmirigy rákja volt. Tehát az abból a döntésből következett, hogy ő elment oda dolgozni, és lehetett akármilyen harmonikus tudata, társkapcsolata, otthonhagyott családja, a kitett szennyeződések azt eredményezték, amit. Tehát a szomatikus betegségek, azok csak egy szűk csoportja az elszenvedhető fizikai betegségeknek. Hogyha ezek a külső tényezők mondjuk nem állnak fent, és mondjuk veszük korunk egyik népbetegségét, a rákot, akkor sok esetben kialakulhat ez a betegség abból, hogy belül valami nincsen rendben. Kialakulhat, de nem szükségszerű, hogy csak azért alakul ki. Tehát itt is vannak olyan munkakörök, amelyek kifejezetten ugye karcinogének, tehát veszélyeztetik rákkal az embert, hogyha valaki mondjuk azbesztbányában dolgozott és nem kapott kellő szűrőt, akkor olyan tüdőrákja lett 2 éven belül, hogy az borítékolható volt, tudod? És vannak olyan ráktípusok, amelyek szerre lebonthatóak, ugye, hogy hol keletkeztek, hogy nagyon komoly mentális faktorok vannak mögötte. De nincsen 100%-ig megfeleltethető ok és okozat a bensődben lévő állapot és a jelentkező betegség között, hiszen a világból is egy csomó mindent kapsz. És hogyha az immunrendszered, a szellemi és fizikai immunrendszered nem tudja ezeket a hatásokat semlegesíteni, akkor beléjük akadsz, és fizikai vagy lelki úton azonosulsz velük, és akkor kialakul a diszharmónia és a betegség egyaránt. Tehát meg kell nézni, hogy honnan jön. Tehát mindig frissen, nem ideológikus gondolkodásból kiindulva rá kell tekinteni, hogy ebben a pillanatban mit okoztam magamnak. És ezt akár a környezetemmel is tehettem, akár magamon belüli tudati faktorokkal is tehettem. Tisztán kell látnom ebben a pillanatban egy tükörszerű tudattal, hogy mi történik. És itt a magamhoz való őszinteség kulcskérdés. Ha nem merek őszinte lenni magammal, nem látok tisztán, mert saját magam tükrét torzítom el, hogy magamat más fényben lássam. Tehát az öncsalásból következik be a legtöbb betegség. Úgyhogy ha megszűnünk hazudni magunknak, akkor az immunrendszerünk javul. Tehát a léthazugság és az önállítás a legnagyobb gyengítője az immunrendszernek. Oké? Okay? Rendben, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Tehát a külső fizikai, tehát ilyen behatások, amik így okozhatnak betegséget, azok hasonló, tehát ugyanaz kívül, mint ami belül a tudatban megjelenik, csak tehát azért kerül oda az ember mondjuk arra a helyre, ahol mondjuk ilyen rákeltő anyagok lehetnek, mert mondjuk ez a karmája, vagy ez most tehát oda sodródik, és akkor nem vesz észre abban az pillanatban azt, hogy neki az jó vagy nem. Tehát nézzünk, a világban hány százmillióan dolgoznak veszélyes munkáin. Most nézd meg azt a szerencsétlen kínai munkást, amelyik egy ilyen iszonyú bányában dolgozik több milliomod magával. Tehát ők nem tudnak ilyen szinten döntést hozni. Ők azt nézik, hogy a havi 50-60 dollárt hogyan keresik meg. És nem törődnek, néha nem törődhetnek azzal, hogy milyen egészségkárosító hatása van ennek. Tehát én ezt leegyszerűsíteném annyiban, hogy nem egy speciális fiziológiai végzet kontrollálja ezeket a folyamatokat, hanem nagyon brutális anyagi, egzisztenciális és egyéb dolgok, amelyek miatt az emberek elvállalják azt, hogy ezt a munkát elvégzik, ha tudják, hanem ugye a veszélyfaktorokat. Tehát itt látható az, hogy nagyon sok féle helyről mennek mondjuk egy olajfinomítóba dolgozni, nagyon sok motiváció által vezérelve, nagyon sok helyzetet kell annak a pénznek megoldani, amit ott keresnek az emberek, és hát az elszenvedett munkahelyi ártalmak is különböznek. De annak ellenére, hogy általános ilyen karmikus, ideológikus választ erre nem lehet adni, egy ennél fontosabbat viszont lehet.
A saját motivációidat csak te veheted észre. A saját karmát csak te veheted észre. A céljaidat csak te állíthatod föl. Csak is ebben a pillanatban veheted észre, hogy milyen ok és okozati viszonyok működnek a testedben, a lelkedben, a tudatodban. Na most innentől kezdve, hogy ezt leegyszerűsítettük és kvázi személyesítettük, az nem nagy probléma, hogy nem tudtam egy általános, elméleti jellegű választ adni arra, hogy ki miért kerül szorult helyzetbe, ki miért betegszik meg, mert általános válasz erre nincs. Viszont egyéni mindig van. Csak az nem az általánosból következik. És egy európai probléma, hogy a nagy logoszból szeretnék minden szót, minden apró mondatot levezetni. Nincs ilyen. Tehát ez az az adatfelhő, amelyben nincs eredeti bölcsesség. Ez egy általánosítási kényszer, mert ezt szoktuk meg, és hogyha ezt a kényszert levetjük, akkor valami hiperfinoman és egyszerűen tisztán láthatjuk magunkat és a világot egyaránt. Oké? Egyéb kérdés? A másik ugye, hogy amit még tapasztalok magamon, ez, hogy tehát amikor például most is, hogy van bennem egy ideges vibráció, és akkor utólag ugye, amikor elemzem a helyzeteket, amikor valahogy cselekszem egy-egy érzelem hatására, akkor feljön egyfajta, hogy mondjam, az analitek, tehát egyfajta bűntudat is, hogyha úgy az, amit lehet kezden a bűntudattal. Miért érzel bűntudatot? Hát mert igazából nem tudom, hogy helyes, amit cselekszem. Tehát ez a jó-rossz dilemmája, ugye, hogy most a... Mert ugye valószínűleg abból fakad, hogy nincs egy tiszta vízió előttem, és ugye így ez egy ilyen... Van egy közbevető kérdésem. Igen? Mekkora szerepet játszik a bűntudatodban az ismeretlentől való félelem? Hát elég nagyon, mert igazából... Annyi munka van vele. Tehát amennyi szerepet játszik az ismeretlentől való félelem a bűntudatban, annyi munka van vele. És az az, ami teljesen homály. Tehát fordítsd meg a kérdést, mi történne, ha engedném magamat hibázni? Ez pont a bűntudatnak az ellent. Vállalkozol valamire. Tehát innentől kezdve, ha azt nézed, hogy az ok és okozat viszonya mit adhat neked, onnantól kezdve a bűntudat átmegy átlátásba, belelátásba, hogy pontosan mi történik akkor, hogyha ezt és ezt megteszed. És ezért kell az elején feltenned azt a kérdést, hogy mi történne, ha engedném magamat hibázni. Azért kell, mert benned ugye él, és mindegyikünkben él az, hogy ez helyes, ez helytelen, ez hiba, ez erény, ez jó, ez rossz. Az ennél ezek a fogalmak nem rendelkeznek abszolút értékkel. Helyi értékkel és pillanatnyi értékkel igen, de abszolút értékkel nem. Mert nincs nekik, ahogy az elméleteknek sincs. Tehát ha az okot és az okozatot belátod, akkor pontosan látod azt, hogy a cselekedeted, a beszéded, az egyéb tudatfolyamataid milyen következményekkel járnak magadnak és másoknak egyaránt. Innentől kezdve el lehet venni a bűntudatot, és meghatározhatod azt, hogy ezt a következményt nem szeretném, nem akarom. És itt nagyon erős és világos akarati döntés veheti át a bűn és az erény ezeknek a nagyon-nagyon homályos fogalmaknak a helyét. Tehát tudod, van, ez nem bűn, ez több, mint bűn, hiba. Tehát ami igazán hiba, azt nem szabad elkövetni, de azt az okozatiság nagyon jól mutatja. A bűnre annyi minden rakódott rá, ugye Dosztojevszki íg és Dosztojevszkitől egyaránt, hogy szinte kezelhetetlen a fogalom. Tehát a morális, az etikai, a tudati, a lelki, a közjogi, tehát ez valami elképesztő, hogy mennyi definíciója van a bűnnek, és gyakorlatilag óvjuk meg magunkat a hibáktól, azoktól, amelyeket nem szeretnénk elkövetni, mert az okozatiság megmutatja, hogy ez szenvedést okoz, felesleges, és a ragaszkodás egyebeket okoz, és ezért hiba, ezt nem szeretnénk. Jó, és ezért például az eltérő értékszemléletű emberek, vagy természetes és jogi személyek, ugye eltérő bűnfogalommal is bírnak. Néha országok és földrészek is egy adott aktust kriminalizálnak, és egy másikat pedig nem. Ugye? Mert
eltérő társadalomszemlélettel és értékszemlélettel bírnak ezek az entitások, legyenek azok természetes, jogi személyek, vagy esetleg még nagyobb alakulatok, államok például. Jó? Tehát azért kell ezekkel nagyon csínyán bánni, mert bebetonozol magadba egy bűntudatot, és viszed magaddal, mint egy koloncot, holott azt hiszed, hogy ez segít neked eldönteni dolgokat. Nem. A bűntudat és az arra épülő szégyen mindent visz ebből a szempontból, hogy minden cselekedetet gátol. Mindent torzít. De a narcizmus és a tökéletesség és erényesség állandó tudata is, hogy mellé tegyem az ellensúlyt. Jó? Tehát ahol nagyon erős bűntudat van, ott valahol van egy rejtett tökéletességtudat, és ha egy nagyon komoly tökéletesség narcizmusa megmutatkozik, ott valahol van egy rejtett bűntudat is. Másképp ez nem tudna fönnmaradni hosszabb távon. A kettőben óriási energiák vannak lekötve. És hogyha a kettőt ugye engeded föllazulni, és engeded a bennük lévő energiát ugye felszabadulni, akkor tudsz igazából önmagad lenni és cselekedni. És ez minden ellentét párra igaz. Még egy elfűződve egy apróság, hogy tehát maga ez a... Tehát igazából tehát ez egy bizonytalanság érzet, tehát egy érzelem, ami ez ugye gyakorlatilag... döntési helyzetek. Uh-huh. De végül is ugye maga az ítélkezés, meg a bűntudat, az tehát egyfajta ugye ilyen ideákból fakad, hogy valami, hogy amiről beszéltél, hogy van egy tökéletesség, tehát a tökéletes tudat, tehát az valami ide, ami ez az ember ragaszkodik, hogy ilyennek kéne lennie. Uh-huh. Erre gondoltál én legalábbis. Ó, ennél sokkal több, de amit mondtál, benne van, tehát erről nem nyitunk újabb diskurzust. Mondjad! Volt szó erről, hogy az ember felhalmoz egy csomó információt, és akkor ugye gyakorlatilag ez a bizonytalanság érzés táplálkozik ezekből a ideákból. Mert ugye ehhez viszonyítja önmagát, tehát... És nem tud dönteni, mert az egyik identitás sem teljes, amit az ideák alapján kialakítan. Ez így van. De a bizonytalanságot, ahogy mondom, ez a nem fogalmi, intuitív bölcsesség rendezheti. És kialakulhat egy olyan bizonyosság, ami nem fogalom függő, nem identitás függő, nem én függő. Ez elérhető. És akkor akár csend van, akár hallatszik valami, te rendben vagy. Akár van gondolat, akár nincs, az rajtad nem változtat. Akár van érzékszervi tapasztalat, akár nincs, az az igazi önvaló tapasztalatán nem változtat. Oké? Okay? Szívesen. Szerintem érthető is, jól mondod. Én kérdezek akkor egy olyat, ami szerintem mindenkinek érdekes lehet. Megkérlek. Jó? És kíváncsi vagyok a te válaszodra. Ez pedig a következő, hogyha visszatekint a... az ember az életére, ugye a fiatalok kevesebb évre, az idősebbek több évre, tehát mindenkinek van olyan emléke, amit esetleg nem nagyon tud elengedni, tehát olyan úgy érzi, hogy rosszul csinált, vagy most már nem úgy tenne. Tehát vannak ezek a idézőjelben tett kis bűneink, vagy nagyobb bűneink, és hogyan lehet ezeket elengedni, vagy hogyan tudunk ezektől megszabadulni, tehát öneterként és nyomasztó emlékként vigyük tovább. Tehát erre, hogyha technikát mondanál itt a jelenlévőknek. Hát hogy a bocsássuk meg magunknak azt, amit elkövettünk, és már ennek, ahogy régen megtörtént esetleg. Köszönöm. Hát az, hogyha tényleg úgy látjuk a dolgot a múltban, ahogy az volt, és meglátjuk azt, hogy azt hogyan teremtettük, és ebben mások hogyan vettek részt, akkor ez a tisztánlátás már kiveszi az ítéletalkotás nagy részét belőle. Az ítéletet azért alkotjuk, mert a tisztánlátást szeretnénk ezzel pótolni. És a tisztánlátás, hogyha tényleg engeded magad elég mélyre menni, akkor az teljesen elveszi az ítéletalkotás szükségességét. Tehát nem minősítenem kell valamit dualisztikus kategóriákkal, hanem látom a benne levő minőségeket, ezért nem kell ítélkeznem. Ez az első. És mihelyt azt mondod, hogy ezt megtettem, de megfogadom, hogy többet ilyet nem teszek, ez a megbocsátásnak az alapja.
Tehát ez nagyon fontos, hogy ne erkölcsi alapon próbáljunk csak megbocsátani, hiszen a következő sértést erkölcsi alapon elképesztően behajtjuk a másikon a saját ítéletalkotásunkat. Miért? Mert azt gondoltuk, hogy mi rendbe raktuk a múltunkat, nekünk ezért igazunk van, és innentől kezdve, aki ezt az igazságot sérti, azt ilyen hatalmas nagy pallossal, vagy gépesített giotinnal fogjuk kiirtani az életünkből. Tehát ezért vigyázzunk az erkölcsösséggel és az erkölcsös magatartással, nem mint hogyha nem lenne rá szükség. Szükség van, legyünk tisztességesek. De ne azon az alapon, hogy ítéletalkotással viszonyulunk magunk és mások felé, csak ezt kiegyensúlyoztuk és szépen kifinomítottuk. Ebből pillanatok alatt lehet szélsőség ismételten. Tehát az ítéletet váltsa föl a tisztánlátás. A tisztánlátással rájössz, meglátod, hogy pontosan milyen részed volt ebben, ezért magadban tedd azt a fogadalmat, hogy többet ilyet nem teszel, ha még olyan résztvevők élnek, akiktől bocsánatot lehet kérni, akkor ezt érdemes megtenni. A megbánásnak óriási ereje van, ellentétben a bűntudattal a megbánás felszabadít, a bűntudat lebékjóz. Jó? Tehát így a múlt traumáit azt le lehet tenni, félre lehet tenni, és valójában fel lehet szabadítani azt az energiát, amit ilyen különböző szerekkel szeretnénk magunkból felszabadítani. De a lélek kötöttségeit, hogyha nem szünteted meg, akkor mindig így leszel. Úgyhogy a múlt, a jelen és a jövő pontosan ugyanarra a srófra jár. Ezt úgy hívjuk, hogy irányvétel és szándék. Tehát az irányvétel, vagy éppen motiváció az a múltból jön, és a szándék, ahova ez az irányvektor mutat, az a jövőt jelenti. A múlt tanulságaiból nagyon komoly motivációt nyerhetsz, és a jövőre irányuló szándék, az kijelöli azt az irányt, hogy merre fogsz menni. Ehhez nem semlegesíteni kell a múltat, a múlt sosem lesz semleges. De ha tisztán látod, akkor az a helyére kerül. És így a jelen is a helyére kerül, és a jövő is a helyére kerül. De ahogy azt az előbb egy más kérdés során mondtam, az önmagaddal való szembenézés, őszintesség és lelkiismeretesség, ez nem kerülhető el. Azért hangzik egyébként annyira elméletinek a válaszok egy része, mert a meditációs gyakorlat tapasztalata nélkül nem tudott behelyettesíteni egy csomó fogalomnak az értelmét. És ezt én nem fogom senki helyett sem megtenni, én engedem, hogy a saját tapasztalatod végezze el ezt a munkát. Tehát az, hogy a zent itt megbeszéljük, és a zen útjáról diskurzust tartunk, az nagyon fontos és szükséges, ez a dharma beszédnek a célja. De ez még mindig csak a kisebbik fele, és merem mondani, hogy ez kb. 10%-a annak, ami az úton úgy nagyjából fontos. És a 90% az felépül az egyéni gyakorlatból, a közös gyakorlatból, a megváltozott szemlélettel történő cselekvésből, gondolkodásból, beszédből és érzelmek kinyilvánításából. Tehát azért sem szeretném, hogy mindenki a teljesség és befejezettség érzésével távozzon innen, mert az is illuzórikus lenne. Tehát hiányérzeted van, van, amit még nem értettél meg, van, amely fogalom vagy fogalomkör még nem világos, és ez így van rendben. Most kérdezz. Csak mondtad, hogy az élőkkel rendbe tudjuk tenni, és mi van a halottakkal? A halottakért, hogyha van szakrális affinitásod, lehet szertartásokat tartani, hogyha számodra elfogadott valóság az, hogy ők csak a testükből szálltak ki, de nem szűntek meg, mint lélek, akkor ez az energia eljut hozzájuk. Ha nem hiszel ilyesmiben, és a tapasztalatod eddig nem vit rá, akkor ez a regiszter, ez a frekvencia számodra zárva van. De akkor a halottakkal nem tudsz mit kezdeni, akkor el kell viselni, hogy az a karma látszólag úgy maradt, pedig az nem befejezett. Tehát szertartás a halottakért, amely minden komolyabb szellemi iskolának, vallásnak, szakrális vonalnak a része, ez szükségszerű ahhoz, hogy a lelked és más lelkek közötti kapcsolatot rendbe tegyük. És ez rendbe tehető, csak ez kell egy olyasféle szellemi tapasztalat, amely számodra élhetővé, hihetővé, és ezért méltóvá teszi ezeket a halotti szertartásokat, vagy megemlékező szertartásokat, vagy megbánó szertartásokat. Ezek mind léteznek.
vannak szertartások az élőknek is, nem csak a házasságkötés és gyermekáldás, hanem a búcsúztató szertartás, mert ugye kötni nagyon jól tudunk, de elválni és eloldozni nagyon nehezen. És ezért mindig olyan gyönyörűeknek tűnnek a házasságok, és olyan borzalmas tortúrának a válás. Jó? Tehát nem tudjuk eloldani a kötöttségeinket, és felbontani úgy a kötelékeinket, ahogy azokat megkötöttük. Más a hőfok, más az irányzék, más a lelkiállapot, más a cél. Általában vágyalapú kötelékeket kötünk, és dűalapú válásokat vagy oldásokat valósítunk meg. Tehát amikor kötsz, akkor ugye összehegesztesz, összekovácsolsz, és amikor válsz, vagy éppen törsz, akkor rombolunk. Egymást is, magunkat is. És ezért van erre már szertartás, hogy tudjunk búcsúztatni is. Tudjunk elválni is. És ne szenvedjen, ugye, a közvetlen környezetünk, a kapcsolataink nagy része azért, mert ugye az érzelmi állapotunk éppen, hogy nem stabil. És a másiktól való 10 000 szálú függés az éppen a depresszió legmélyebb csarnokaiba ugye taszít minket. Úgyhogy erre megvannak a szakrális eszközök, és ezeket lehet művelni, csak itt mindenkinek a saját tapasztalata, saját világlátása az, amely megmutatja a határait, hogy tud-e benne hinni, vagy nem. És hogyha tud, akkor javaslom. Ha nem tud, akkor ne csinálja, mert nem vagyunk robotból. Jó. Köszönöm. A következő kérdésem egy kicsit talán ilyen filozófiai jellegű és általános. Nem tudom, hogy írik-e ide, de azért felteszem. Ön is az rendszerint milyen viszonyban van egymással a eleve elrendeltség és a döntések? Ugye Csilla itt az előbb említette már a úgymond a rossz döntéseket, amik talán így az idővel bebizonyultak, hogy ez egy rossz döntés volt, és lelkiismeret, hogy talán hogy kellett volna csinálnunk. Van azért egy eleve elrendeltség, egy sors, hogy van egy döntés is, vagy vannak olyan dolgok, ahol el tudom dönteni, mondjuk nyilván el tudom dönteni azt, hogy mit reggelizek, de van-e nekem egy sorsom, hogy talán azt a foglalkozást kell üzöm, amit űzök, vagy ez azért így a nagy részt a döntéseimnek az eredménye. Szeretnék egy hasonlattal kezdeni, aztán kibontjuk. Ismered a bumerángot, mint sporteszközt, ugye? Igen. Eldobod a bumerángot, és egy pályán visszatér hozzád, és a szemeddel szépen kíséred, hogy eldobtad, és megfogod. Tehát az ok és az okozat számodra világos, mert a bumeráng leírt egy kört, és visszatért hozzá. Na most, hogyha egy olyan körbe dobod, ahol van egy fa, és a fát megkerüli a bumeráng, akkor amíg a fa törzse mögött halad el, addig nem látod, így van? De attól te még tudod, ugye, mert csak egy pici időre tűnt el, hogy azt te csináltad. Hogyha egy erdő mögé megy be a bumeráng, akkor hosszabb időre tűnik el, de mivel nem volt ott más és nem volt más bumeráng, ezért eltűnhet még akár sok-sok percre ez a szuper bumeráng, amelyik is szépen kering és jön vissza hozzád, de mégis megáll utána szépen a kezedben és látod, hogy azt te csináltad. Ha úgy dobod el a bumerángot, hogy a következő életben jön csak vissza, akkor viszont már nem emlékszel. Jó? Tehát itt az át nem látott karma tűnik végzetnek, az átlátott karma tűnik lehetőségnek. Szabad akaratnak tűnik az, amit itt és most megtehetsz, és statisztikailag vagy egyéb módon bebetonozott szükségszerűségnek az, amit már nem látsz át, vagy még nem fedeztél föl újra. Gyakorlatilag a szabad akarat és a végzet ugyanabból az anyagból van, ezt úgy hívják, hogy karma, ok és okozat. Csak az egyik mögött, ami nagyon ugye végzetszerűnek tűnik, hatalmas erők, szokáserők, ismétlések, életeken keresztül ismételt dolgok vannak, identitások, komoly dualista, ugye polarizált valóság van mögötte, és a szabad akarat pedig láthatóan pillanatok alatt dönt, hogy zappelyhet vagy vajas kenyeret reggelizzem, ugye? Tehát azt nézzük, hogy ez ugyanabból az anyagból gyúrt valami, mind a kettő, de az egyik számodra átlátható, és ezért tudsz dönteni, a másik nem átlátott, ezért nem tudsz dönteni. És mihelyt a számodra sorsszerű és végzetszerű dolgokra ránézel és megkérdezed, hogy mi ez,
honnan jön. Megmutatkozik az okozatiság benne, megmutatkozik a lehetőség benne, és ekkor tudsz dönteni. Tehát mi az, ami benned azt a végzetszerűen üzendő foglalkozást választotta? És ekkor ez a jelenség, ez a karma relatív lesz, mert elkezd függeni valami mástól, a választásodtól. Azoktól a körülményektől, amelyek arra vittek, hogy te ezt a szakmát űzd. És ekkor tudsz választani, és ekkor, ha akarod, félreteszed és megváltoztatod. De ha nem látjuk a dolgokat okozatiságukban, összefüggésükben, kölcsönös függésükben, ha nem látjuk őket relatív, tehát nem abszolút mi voltukban, ha nem látjuk őket befejezetlen, tökéletlen mi voltukban, akkor mindig azt hisszük, hogy ezt valaki vagy valami így ránk rótta, hogy ez a mi végzetünk, ez a mi sorsunk, amivel nem tudunk mit tenni. Ez nem így van, ezt mi csináltuk, ezt mi halmoztuk föl, csak ugye az erdő mögött eltűnt a bumeráng, és ugye következő életben csapódott rád vissza, pedig azt korábban te dobtad el. Úgyhogy merjünk a sorsunk legkeményebb, legváltoztathatatlanabbnak tűnő elemeire is rátekinteni, azzal a kérdéssel, hogy mi ez, honnan jön. Ez a mi ez kérdés, ez koreaiul ahvadu. Akva, az a virág vagy jelenség, a du pedig a fej, vagy pedig eredet. Tehát a jelenségek eredetére vonatkozó kérdés. És mivel minden jelenség valami másnak a következménye, ezért megláthatod azt, hogy a számodra sorsszerűnek vagy végzetszerűnek tűnő dolog, az hogyan keletkezett. Ez nem könnyű út, még csak nem is kellemes, de biztos, hogy szabadító erővel bír, megszabadít az illúzióitól, a téveszméktől, a rögeszméktől, az összes olyan maszlaktól, amivel kábítjuk magunkat, és a cselekvésképtelenségbe ugye szükségszerűen ugye betaszítjuk magunkat, hogy ez az én sorsom, és nem tudok mit csinálni. Nem. Ezt te vállaltad, nem tudjuk mikor, de itt és most te vagy a gazdája, nézd meg az okozati viszonyokat, ha akarod, és amennyiben meglátod azt a teret, amelyben ez születik és újra teremtődik, általad olyan mértékben van választási lehetőséged. Oké? Okay. Szívesen, és ezért még egyszer, most nem egyéni, hanem inkább társadalmi szinten elmondanám, hogy amennyiben lemondunk a választásunkról, annyiban lesz sorsszerű és végzetszerű az az élet, amit élünk. Amennyiben ragaszkodunk ahhoz, hogy tisztán és átlátottan éljük az életünket, annyiban lesz mindig választási lehetőségünk. Ha lefokozzuk magunkat, akkor állandóan egy ilyen hatalmas, ilyen sors henger megy rajtunk végig, ez a mi végzetünk, ugye? Pedig a végzetben ott van a kezdet, hogy kezdjünk már el tisztán látni. És mihelyt elkezdesz tisztán látni, nem végzeted van, hanem kezdeted. Mindig újra tudod teremteni azt az életet, amiben élsz. Csak vagy kisebb munkával, vagy nagyobbal. Minél nagyobb a ragaszkodás, minél idősebb az a karma, annál nehezebben nyúlsz hozzá. Minél jobban azonosulsz vele, annál nehezebb leválasztódni róla és rálátni. De ha egyszer elvállalod, utána már nincs visszaút, mert így megszaggantottad a szabadságot, azt az igazit. Ugye? És arról a szellem nem nagyon tud lemondani, hogy önmaga legyen. Nem is akar. Nimrod, parancsolj! Nem valószínű, hogy következik az előző kérdésekből az én kérdésem. Ugyanúgy. Olyasmit akarok kérdezni, hogy hát először is, honnan indult ez a kérdésem. Egy időben én, mikor így kezdtem tanulmányozni a vallásokat, vagy a világnézeteket, volt egy olyan felismerésem, hogy saját magamra egy ráadtam, hogy milyen hülyeséget csinálok, hogy logikusan elemzem, hogy például a nagy vallási vezetőket összehasonlítom, és hogy lehet, hogy valahogy egy kényszer van az emberben, hogy összehasonlítsa őket, és hogy melyikük mit tett. Például, hogy azon nevettem magamon, hogy melyik Jézus, vagy Buddha, vagy Krisna, hogy mennyi csodát tudott tenni, melyik a jobb, melyik irányba érdemes elindulnom, és aztán rájöttem, hogy valahogy nem ebbe az irányba kéne indulnom, hogy nézem a rangjukat, a fokozatukat, vagy mérni őket, hanem van bennük valami, ami gondolom hatással van az emberekre, és valahogy az érdekel, hogy Buddhában mi lehetett az a valami,
ami egy csomó emberre hatással volt. Hogy nem a rangja, nem a kinézete, nem a testi formája, hanem valami, ami egy csomó embert nyilván megváltoztatott alapjaiba, és hogy ez honnan jöhetett, meg mi lehetett ez a valami? Hát nagyon jót kérdezel. Elején egy kicsikét úgy mulattam magamban, mert olyan volt, mint egy gyermek, aki a matchboxokat, az építőkockákat és a legót úgy malmozza és nézi, hogy most melyikkel lehet jobbat játszani, ugye? Ez, amit kérdezel, ez szerencsére nem tudható, nem mondható el, nem fogható szóba, de tapasztalható, hiszen 80 generáción keresztül adódott ugye a Buddha után tovább a tan, és valahogy mindig született egy újabb generáció, aki ezt tapasztalja, továbbadja. Én ezt nagyjából kicsikét tökéletlen módon úgy írnám körül, hogy az a jelenlét, az a tudat, az a kisugárzás, amely a megvilágosodottak sajátja, ez az, amely vonza az embereket, és vonza azokat, akik tényleg az útra szeretnének lépni, ahogy a Buddha mondja, akiknek a szemét csak kevés por fedi. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem mindenkinek érhető ezzel, és nem azért, mint hogyha nem szólna mindenkihez, és bármiféle gátat raknánk a tan elé, nem mindenki érett tudatilag arra, hogy ezt befogadja. És ami a buddhizmusban nekem nagyon szimpatikus volt, és minden alhagyomány, Mahayana, Hinayana, egyebek ugye követi ezt a mai napig, hogy a buddhizmus sohasem térített, és amíg önmaga marad, nem is fog. Hanem vonzott embereket, és az út önmaga, ahogy ez feltárul, bevonza azokat, akik járni szeretnének rajta. És talán pont ez az attitűd az, amely szimpatikus lehet kezdőknek, hihetővé teszi azt nyitott tudatú emberek számára, és amellett, hogy nem tudom megválaszolni a kérdést teljesen fogalmilag, és tudom, hogy felesleges kísérletet tenni rá, én pontosan tudom, hogy mi volt a Sung San Zen mesterben, amely a tanítványává tett, és ez nem fogható szóba, ez érezhető, az a fajta tudati kapcsolat, az a fajta menedékérzet, az a fajta tisztaság, az a fajta hit. Egy rakás ilyen fogalommal dobálózhatunk, de amíg nincs meg az adott tapasztalat, addig ezeknek a jelentése nagyon relatív és nagyon esetleges. Tehát jó a kérdésed, csak tényleg elméleti, és a válaszom ugyan kíméletesen adott egy elméleti választ, de én azt szeretném, arra szeretnék sarkalni mindenkit, hogy legyen meg az a konkrét tapasztalata, hogy ez az irányzat, tehát egy adott irányzat követhető. Ennek a tanítónak szeretnék a tanítványa lenni, valamely tanítónak. Ezt a tant szeretném követni, mert fel szeretnék nőni hozzá, és ez egy olyasféle élmény, amely nem hasonlítható össze semmivel. Tehát az első olyan lojalitás tapasztalat, amikor nem éreztem volna azt, hogy magamat kell alárendelni valakinek vagy valaminek. Tehát a szolgálat teljesen természetesen jött, mert ez volt az útja annak, hogy egy igazibb, autentikusabb önmagamhoz jussak el, és a világ élménye megváltozzék. Mert az, ami akkor volt, az elég tarthatatlan volt, és hogyha az ember valami mást akar, akkor gondolja már meg, hogy merre megy és mit csinál, milyen újat hoz létre. Tehát van egy olyan tudattól tudatig, lélektől lélekig való áthatás, kapcsolat, egyéválás, amely nélkül nincs igazi szellemi kapcsolat. Ezt, hogyha tapasztalod, tudod, hogy mi ez. És akkor nincs kérdés, nincs kétség. Nem tűnik el se a szemed, se a füled, se a gondolkodásod, az érzelmed, a kritikai érzéked sem. Ezt egyetlen egy valamire való tanító sem veszi el, sőt. Segít neked, hogy ezt kitisztítsd és erősítsd, és egyre jobban láss a szemeddel, jobban hallj a füleddel, jobban gondolkodj a tudatoddal, és jobban érezd a szíveddel, egyre tisztábban. És akkor ez a tapasztalat az, amely bizalmat és hitet tud adni, nem ideológiai és dogmatikus alapon, hanem a valóság és a tisztaság, a lélek és a világ működésének megismerése alapján. Nekem az lenne a következő kérdésem, hogy többször említette már azt a szót, hogy karma. És ön hogy gondolja, vagy ezen hogy gondolja? Tehát minek lehet karmája? Lehet mondjuk egy állatnak, egy növénynek, akár egy tárgynak, vagy mondjuk annak a teáskannának, aminek a tetejét eltörtem. Van annak egy karmája, vagy volt?
van. A karma, az a szanszkrit kr gyökből származik, amely a cselekedetet és annak az eredményét egyszerre jelenti. Egy rakás ilyen szanszkrit szó van, vagy fogalom, ahol egyébként más nyelvekben ellentétpárokra, tehát szópárokra szakadt ugye, jelentések még egyszerre vannak, a sunyatá is ilyen, ami a teli üresség vagy üres teljesség egyszerre egy szóban benne. Tehát a karma is ilyen, a tett és a következménye egyszerre van jelen. Az ok és az okozat, ezeknek az összegyűlése, ezeknek a szokásokká való dúsulása, a szokások személyiségjegyekké való összeállása, a személyiségjegyek személyiségé való összeállása, és ezeknek a működése, ez mind karma. Tehát ha így nézed, a karma ez egy nagyon dinamikus valami, mert állandóan a tudat teremti, tartja fönt, és ha kell, ugye semmisíti meg. De a karma abból a szempontból is működik, amit az előbb mondtam, az átlátott és átlátatlan végzet és akarat című kérdésre, hogy úgy tűnik, hogy a karma az a sors, ami megváltoztathatatlan és ki van rád róva. Csak azt tűnt el, hogy ezt te rótad ki magadra korábban. Nem egyedül, segítséggel, de hát ugye itt van az egész világ és sok-sok társ, akivel ezt meg lehet tenni. Tehát nagyon egyszerű a karma, mert ebben a pillanatban pontosan ugyanúgy működik, ahogy működött több ezer inkarnációval ezelőtt, és egy működni fog később. Nem változik. Azért nem, mert nincs mögötte egyetlen személy, vagy egyetlen tudat, aki ezt irányítaná. Ha igen, akkor iszonyú gyorsan változna, de nem változik, mert ez a működés az anyagra és a nem láthatóra ugyanúgy igaz. Tehát mondok egy példát, az egy kicsikét foghatóbb legyen. A buddhizmus és a zen különösen az emberi lényt 8 tudatrészre osztja. Az első 5, ahogy azt mondtam, a fizikai érzékszervek. Látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés. Utána jön a gondolkodás, mint fogalomalkotó gondolkodás, ez a komputerben a CPU vagy processzor. A hetedik az a kontrollernek felel meg, tehát ott zajlik a dualitások teremtése, ez én vagyok, ez nem én vagyok, ezt szeretem, ezt nem szeretem. Itt alakulnak ki az ellentétpárok. És a nyolcadik a merev lemez, ahol tárolódik minden. Na most, minden input és output erre a tárházra ugye megy vissza, ebbe a tárházba megy vissza, és innen is jön egy csomó, amikor emlékszel például, stb. És amikor a test és a lélek szétválik, akkor az első 6 az működésképtelenné válik, hiszen a tudatos gondolkodás az ugye agykérek függő. És egy csomó más, minden olyan folyamat, amely fizikai médiummal kell, hogy bírjon, fizikai érzékszervek, érzelmek, egyebek, ezek a halál pillanatában megszűnnek. Viszont a 8. a tárház, és a 7. az ítéletalkotó, a dualitás teremtő, az úgynevezett karma test, amelyik tovább megy, és az információ tartalmának függvényében veszi föl a következő testet. Ezért vigyázzunk, mert egyetlen egy darab bit a 7. és a 8. nem állandó, nem elszigetelt és nem tökéletes, tehát múlandó, feltételhez kötött és befejezetlen vagy tökéletlen. És pont ezért változtathatsz a karmádon minden elemében, minden ízében, de csak azt, amit átláttál, amit nem láttál át, az a háttérből irányít téged, lásd tudattalan tartalmak. Ami viszont tudatosult és megláttad, az számodra elérhetővé, cselekedhetővé, változtathatóvá vált. Ha így nézed, akkor a karma gyönyörűen működik, mert az adott tudat minőségéhez, tartalmához mérten veszed föl a következő létformát. Folytatod azt az utat, amit megkezdtél. Vagy ha eljutottál odáig, hogy nem kell már többet újra születni, akkor nem teremted meg magadnak az inkarnáció következő fázisát. És a karmával kapcsolatban most jön az a kérdés, hogy akkor van-e reinkarnáció, vagy sincs, és erre megint csak az a válasz, hogy megteremted-e, vagy sem? Ha létrehozod saját magad számára az inkarnációs spirált, akkor az van,
Ha nem hozod létre, akkor nincs. Önmagában ez sem létezik. Ez is üresség természetű, tehát létre kell hozni ahhoz, hogy létezzen, és azért elég jók vagyunk, mert ez a 7 milliárd ember csak megszületett valahogy, és a többsége jön is. Úgyhogy elég nagy erő van ebben. Úgyhogy nagyon könnyű csatlakozni a körforgáshoz. Jó? Tehát így működik a karma ezzel az ok és okozati szemlélettel, és akkor ezzel tudsz boldogulni, ha láthatod azt, hogy mi az, amit megteremtettél, és ebből mi az, amit tovább szeretnél vinni, és mi az, amit leszeretnél pucolni, és mi az a hiányzó, amit ugye még hozzá szeretnél tenni. Abszolút ura lehetsz ennek az egésznek, de csak átlátásod és világosságod függvényében. Egyébként csak erőködünk jobbra-balra, meg pofozzuk magunkat, meg másokat. Egy állatnál, vagy mondjuk egy tárnál, ugye ha jól értem, azt mondta, hogy egy tárnak is, vagy állatoknak is lehet. Persze. Az állat az olyan, hogy tudsz vele értekezni, hogy hogy érzed magad tehénkém, és akkor elmondja, hogy muuu, és akkor az történt. Tehát rendkívül egyszerű, tehenet élelmezni kell, meg kell felni, tisztogatni kell, stb. Tehát az állati karma az egy állati tudat, állati test. Ennyire egyszerű. Aztán vannak ezek a túlháziasított macskák, hogy ránézel, hú, hát ez már nem macska, ez már több annál. Tehát, és akkor kérdés, hogy macska lesz-e, vagy oroszlán, hópárduc, vagy talán valami ember. Tehát ezt nem tudjuk. Önmagukban és teljes realitás tudatunkban kell az állatokat is, meg a tárgyakat is szemlélni. Ezt látod, ezt egy fémműves létrehozta, ezt a kannát. Mi használjuk, aztán egy idő után, amikor úgy gondolja, akkor elszakad a füle, vagy kiukad az oldala, és akkor át fog alakulni rozsdatemetővé. Tehát ezek egyszerűek, ezeket megfigyeléssel sokkal inkább meg tudod ragadni, mint bármilyen elméleti munkával. Jó? Értem, köszönöm. Szívesen. Általában a buddhizmussal valahol itt volt a problémám, ahová most eljutottunk éppen, hogy a tan lényege a reinkarnációból való kilépés, tehát a megszabadulás, és mindenütt csak arról hallok, hogy így a reinkarnáció, így úgy születsz újra, amúgy ott nem ez lenne a lényeg. És valahogy ez emiatt kötöttem inkább az advaita vonalnál, a Maharishit említetted, már ott meg így legyen semmi mással nem foglalkozik. Tehát, hogy itt akkor adott vonalnál ez mennyire a realizálás célja? Hát teljesen, és ezért szokták egyébként Maharishit a hinduizmus zenmesterének mondani. A koreai irányzat az még abból az időszakból származik, a 6. pátriárka a Huineng idejéből, amikor is, ez több mint 1000 év így vissza. Tehát amikor még nem vált el úgy, mint a Szotó és a Rinzai. Jó? És ez azért fontos, mert az eredeti cél az megőrződött, hogy ne csak szabadulj meg, ébredj föl, hanem másokért, az összes érző lényért használd föl azt a felébredést, amit elértél. Tehát az nem elég, hogy az inkarnációs spirálból kiszabadulunk, és ez teljesen, ez abszolút a zennek, főleg a, tehát nem csak a koreai, de a kínai, meg a japán, meg az indokínai zen változatoknak is a sajátja, nagyon közvetlenül, nagyon világosan a tudat megszabadulására fókuszál. Azért szabadulj meg, hogy másoknak segíthess. És ez nem jelenti azt, hogy nem inkarnálódsz többet, de teljesen szabad és világos döntésed van afelől, hogy milyen következő testet veszel föl. És itt a fogadalmaid és az eltökéltséged, a világos döntésed, az akaratod szabályozza ezt, mert már éntelen, már nincs benne én. Hogyha egoitás lenne benne, az egoitásnak a karmája húzná vissza, és akkor az lenne a kényszer. De a szabadság az, hogy már feloldottad az egódat, már másokért cselekszel, és ekkor tudatosan választasz, hogy ezen segítség, ezen ugye bodhiszattva út továbbviteléért milyen testet veszel föl. És ez óriási különbség ahhoz képest, hogy ugye az ember rájön ugye a testen kívül, teljes emlékezés birtokában, hogy hajaj, még ez házi feladat, és hát ez elől nincs kitérés. Az okozatiság elől nincs kitérés. És akkor muszáj ide. Nincs más. Muszáj ide. Ez a saját át nem látott determinisztikus sorsom. Muszáj elfogadni. És akkor valamelyik részére emlékezünk, valamelyikre nem,
születés után természetesen, és utána be kell teljesíteni azt a sorsot, amit végzetnek látok, mert nem látom át, hogy én csináltam. És ennek egy részére emlékszünk, de a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon kemény sorsot könnyebb úgy végigcsinálni, hogy nem tudod, hogy miért. Különben állandó bűntudatod lenne, és állandóan ostoroznád magad. Tehát úgy kell ledolgozni, hogy nem látod át a hátterét, és ha ledolgozod, akkor ráláthatsz. Előtte nem. Mert úgy nehezebb. Úgy nehezebb. Tehát ezért van az, hogy megnézed, hogy nagyon nehéz sorsú emberek, de nem látnak rá, hogy miért szenvednek. Miért kell ezt az elképesztő életet élni? És hogyha végül is eljutottak oda, hogy ráláthatnak, megteremtették a terét, az idejét, a lehetőségét, akkor már a szenvedésük nagy részét maguk mögött hagyták. És úgy elkezdenek rálátni, hogy pontosan mi történt, hogy csinálták ezt, milyen karma van mögötte. Úgyhogy abszolút erről van szó, és az advaita iskolák azok a hinduizmus eszközrendszerével, a zen pedig a taoizmus és a mahajána buddhizmus összeolvasztott évszázadok alatt természetesen egymás mellé rendelt eszközrendszerével dolgoznak. De a cél ugyanaz. A nyugati interpretációkban benne van az, hogy determinisztikusan elkezdik ugye súlykolni, hogy te így, te úgy, te amúgy, stb. De ez például a zennek az eredeti szellemétől idegen. Jó? Ott is van azért. Mondom, interpretáció kérdése, de ha visszamész az eredeti hagyományhoz, és nem csak az eredeti írásokhoz, hanem akár a mai ázsiai gyakorlathoz, ezért érdemes tiszta forrásból dolgozni, és nem újra feldolgozott anyagból, akkor ott egyértelműen, világosan kiderül a nem fogalmi bölcsesség fontossága, a tudattól tudatig való átadás, a nem támaszkodás semmiféle írott anyagra, és a megvilágosodás igazi önvalónk megtapasztalása által. Ez az N4 alapelve nem a szokásos sorrendben, hanem ahogy spontán jött, de ez borítékolja azt, hogy itt az inkarnációs kényszertől való megszabadulás alapvető és elengedhetetlen része az útnak. Hát akkor úgy tűnik, hogy ma természetesen végére értünk a normatív előadásunknak. Megköszönöm mindenkinek a figyelmét, hogy ma este eljöttetek és megosztottátok jelenléteteket velünk, mindannyiunkkal. Megköszönöm mindenkinek a figyelmét, nyugodalmas jó éjszakát kívánok!